Jó reggelt kívánok mindenkinek! November 13-án hétfőn reggel egy esős, borult, nagyon-nagyon sok eső leesett az éjszaka. Most voltam, hogy ráadásul fölpumpálni a kerekemet, kicsit leengedett, fel kell minden gubishoz, defektes, 3 nap alatt le szokott engedni. Na mindegy, most már fölpumpáltam, meg is háztam. Leszarom. Nem szoktam így kezdeni a videómat, mint ami most, mert pláne most az autóban ülök. Csak a téma miatt vezetem fel így. Az első képsorok az egy képernyőről felvett videó. A YouTube-on most az egyik aktuális botrány Magyarországon Ádám Zoltán egyetemi oktatónak a kirúgása a Corvinus Egyetemről. Van egy nagyon jó videó fent. Abból vettem egy néhány kockát, hogy aki akarja, keresse meg. Több mint 1 órás videó. Telexnek a videója. Teljesen mindegy, hogy melyik portál, nem érdekes. Egy nagyon-nagyon jó videó egyébként, és hozzászólásomra is van neki. Van hozzá, azt is felvettem. Kérem szépen, ez az egész történet, amiről szó van, Dióhéjban a következő. Van egy nagyon neves egyetem, akinek indít egy kurzust, az egyik diák nem teljesíti a feladatot, a szabályok szerint nem vizsgázhat le, és a viszont nagyon befolyásos szülei vannak, akik elérik, hogy külön őt levizsgáztassák, külön teremben, külön vizsgabizottság, vagy az egyetemnek a vezetői előtt. Tehát egy teljesen privát vizsgát tesz, elkülönítve az összes többi tanulótól, az osztálytól, ahol tanult, stb. Az egyetemnek az oktatója feljelenti az egyetemet ezért a szabályszegésért, és a végén őt kirúgják. Dióhéjban ennyi. Mi a történetnek a lényege? Nagyon-nagyon-nagyon tanulságos. Ajánlom, hogy mindenki nézze meg a videót, mert elképesztő. Ami a történetnek az igazi lényege. Van egy tanár, aki egy rendkívül szimpatikus ember, nagyon jól beszél, nagyon jól érvel, hibátlan a mondat szerkezetei, a mondani valónak az előadás módja, hibátlan, nagyon megnyerő ember. Aki egy gyémánt keménységű merev fasz. Igazából az a tőrölmetszett, tőrölvágott Horger Antal úr, az egyetem furaura, aki ha Csicsolina, Staller Ilona a munkássága élete munkássága folyán ilyen merev fasszal találkozott volna, mint a 10 ujját megnyalta volna utána. Olyan merev az ember. És ez ahogy a beszédje mögül, ami felsejlik, ez onnét tűnik ki. A szabályok, a törvények, az előjárások, a szabályok, meg a szabályok, meg az előre, meg a Corvinus Egyetem előre, meg a szabály, folyamatosan az egész videó erről szól.
semmi más, minden második szoma, a szabályok, a törvények, mert az előírás csak erről szól. Na most, ez az ember, aki egy ilyen mérhetetlenül merev, merev gerincű, merev nyakú, vaskalapos, szemellenzős ember, ez találkozik egy a befolyásos családdal, a pénz hatalmával, a pénzbirodalmával, a befolyással, a dőfel, a mérhetetlen arroganciával, a hajjakend stílussal, a csendőrpertú stílussal, a lekezelő, nekünk pénzünk van, nekünk hatalmunk van, nekünk mindent elérhetünk és mindent megtehetünk, mert a Fidesz támogat, a Fidesz rendszer, a NER támogat, a kormány mögöttünk áll, mi vagyunk ennek az egyetem kuratóriumának az egyik tagja. Mi az, hogy a mi gyerekünket nem lehet még egyszer vizsgálni, nem lehet vizsgáztatni, nem lehet levizsgáztatni, miről, mi, hogy képzeli, stb. Tehát egy ilyen mélységesen elítélendő, a mai Magyarországra rettenetesen jellemző kivagyiság van ebben a családban, és ez a két fél találkozik. És a két fél összecsapása az állatorvosi lónak minden szindrómáját mutatja. Az állatorvosi ló az állatorvosi egyetemeken az a ló, egy virtuális nem létező ló, amin minden betegséget bemutatnak, az minden betegséget hordoz. És ez Magyarországnak az állatorvosi ló, ez az egész történet. Ez minden tartalmazza a történet, ami megvetendő, elítélendő és üldözendő egy normális országban, nem Magyarországon. Elképeszt a történet. Hihetetlen. A tartalmat kell nézni, nem a megnyerő stílus kell nézni, lófaszt. A kommentelők, akik a videó után vannak, benyelnek mindent. Istenítik a tanárt, az egekbe emelik. Holott egy hihetetlenül torz személyiség. Hihetetlenül torz személyiség. És az egyetem maga egy Corvinus egyetem. És olyan dolgok vannak, hogy én nézek a fejemből, mi van? Kérde, elmondja a tanár, hogy indítanak az egyetemnek egy kurzust. Mit tudom én milyen kurzust, tökön tudja mit, nem is érdekel. Egy osztály van, tökön tudja mint a 30 ember, és ez egy nehéz kurzus, a 30% megbukik. Mi van? Egy egyetem, ahova eleve szűrve kerülnek az emberek, tehát olyan ember, akinek annyi az IQ-ja, mint a lábmérete, aznak esélye sincs egy ilyen egyetembe bekerülni, hiszen felvételi követelmek vannak, tehát eleve válogatott emberek kerülnek be. A feladata az egyetemnek az oktatás, a tudás átadása. Tehát, ha egy osztályban válogatott tanulók között egy kurzusban megbukik a 30%, az ott valami hiba van. Ott valami nem stimmel. Vagy a követelmény túl magas, és pár perc az egyetem állította össze, vagy a tanárok nem tudták átadni a tudásukat. Én szégyelném, ha én tanár lennék, és az osztályomból 30% megbukik. Nem jól végeztem a dolgomat. Nem tudtam átadni a tudást. Hát megbukott 30%. Válogatott emberek közül. Ez az egyik. Másik. Elhangzik a videóban, hogy a szabályos szerint a tanuló tehet vizsgát, de az eredmény a vizsga után az eredmény, és ez így elhangzik a videóban, dobtam egy hátast. Az eredmény, tehát az osztályzat csak és kizárólag egyes lehet. Mi van? Felfogjátok? Vizsgát tehet?
hivatalosan, a szabályok szerint, de nem kaphat jobb jegyet az egyesnél. Hát virágjeltárs, ez az ítélet, ugye elhangzik a Tanú című filmben, mert odaadja neki a papírt, azt mondja, virágjeltárs, hát ez egy koncepciós eljárás, hiszen engedik levizsgázni, és megvan az ítélet, megvan az osztályzat, az egyes. Mi van? És ez elhangzik a videóba. És nem sül le senkinek az arcáról a bőr. Senkinek az arcáról nem sül le a bőr. És ez elhangzik a videóban. Levizsgázhat, de egyesre jobb jegyet nem kaphat. És ez többször elhangzik. Mi? Hát, hogy? Hogy egy ember levizsgázik, és előre megmondják, milyen jegyet fog kapni a vizsga előtt. Pazd meg! Kész! Corvinus Egyetem! Neves, nívós, rangos egyetem! Még nem is nagyon lenne bajom ezzel az emberrel, mert el tudok képzelni egy ilyen reagálást, amit, ahogy ő lereagált a dolgot, el tudom képzelni abban az esetben, amivel ő találkozott, hogy megalázó módon próbálták befolyásolni a ranggal, a pénzzel, a befolyással takarózva. És megkérdi tőle a riporter, hogy nagyon jó, minden ellenkezőjére, nagyon jó a riporter, és megkérdi tőle, hogy más tanulóval, aki mögött nem áll ilyen hatalom, azzal is így jártál volna el. És itt egy nagyon rossz válasz következik. Mert ha azt mondja, hogy én mindenkihez úgy viszonyulok, ahogy én hozzám viszonyulnak, ez egy kitérő válasz lett, de egy sokatmondó válasz. Ami azt jelentette volna, hogy ha úgy állnak hozzám, akkor rugalmasabb vagyok, de itt nem úgy álltak hozzám. Ez lett volna a helyes válasz. Nem ez a válasz. A szabályok, a szabály, az előírás, a szabályok, a szabályok szerint jártam el, a törvények szerint, a szabályok, és ez végig ez a mantra megy. Végig. Nagyon-nagyon érdekes az egész. Nagyon érdekes. És ugye a végeredmény a következő, ez a család, akire nem derül ki a neve, a kuratóriumnak a tagjai között van a családfő, gondolom. A lányukról van egyébként szó a videóban, de nevét nem hangzik el, csak ezt a őt levizsgáztatják egy külön teremben, az iskola, mit tudom én, kicsodái előtt, elkülönítve a többitől, el lehet képzelni, milyen vizsga lehetett. A nagy embernek a lányát levizsgáztatták. Ha tök hülye, akkor is átmegy, hiszen nem látja senki. Nem, de ismerjük ezt a történetet. Ugye ismerjük ezt a történetet. És levizsgáztatták külön, és a tanár beperelte az egyetemet. Erre egy ilyen őt, egy pontosan egy ilyen, gyakorlatilag a saját fegyverét fordították ellene, a szabálykönyvnek valami, tököm tudja, 18. alparagrafusának, az alparagrafus alapján valami e-maileket kért tőle a dékán, amit e-mail váltást kellett neki küldeni a dékánnak, ebben az ügyben való e-mail váltást, aminek valami mellék e-mailjét ő nem küldte el, talán két e-mailt, ilyen mellék e-mailt. De a szabályos szerint el kellett volna küldeni mindent, ő nem küldte el, ezért kirúgták. Gyakorlatilag a ugyanazt a merev szabálykövető eljárást alkalmazták vele szemben, amit ő alkalmazott ezzel a tanulóval szemben. És ezért és így rúgták ki. Tehát gyakorlatilag azt kapta, amit megérdemelt, és amilyen ő is volt. De mondom, és még mondom, ez igazolható is lett volna, ha nem tudjuk el háttérben a beszélgetés alapján, hogy milyen egy elferdült személyiségről van szó, aki baromi mennyerően beszél. Hát ugye tudjuk, nagyon a cukros bácsi is nagyon mennyerően tudnak beszélni. Nagyon mennyerően szoktak beszélni. Nem is avval van baj, amíg beszélnek. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy kirúgták.
Hát viszont bíróságra tudom fordulni, hogy mi lesz az eredmény, lehet, hogy visszatesz, nem tudjuk, nem is érdekel a dolog. De nagyon tanulságos az egész, mondom, két olyan erő csap össze, a szabálykövető... Good morning! Na, a másik oldalon ásni fogják a járdát. És beszélve lesz az autó. Na. Szóval nagyon-nagyon tanulságos, nagyon érdekes az egész videó, és az maga a család viselkedése is, mindent elkövetnek, hogy a gyereket külön levizsgáztassák, a hatalom a pénz győz, az arrogancia győz, a NER győz, a tipikus jelenlegi magyarországi attitűd győz, ez a ki, ha én nem, ez a kivagyiság, ez a morning, morning, Alvin, ez a hatalom, én vagyunk, mi vagyunk itten, akik irányítják az országot, mi vagyunk itten a hajakend, ez győz. Elképesztő egyébként az egész történet. Mi lett volna, én szerintem a helyes eljárás? A gyerek hibázott, valami kvíznek nevezik, nem értek az egyetemi dolgokhoz, hülye vagyok, én tök ezekhez. Valami kvízt nem adott be időben. Ennyi történt. Mit lehet ilyenkor csinálni, ha egy rugalmas a tanár, és tényleg megoldásra kell keresni? Nyilván most teljesen mindegy, milyen a család, a gyerek érdekét nézem, ő az én tanulóm. A család arroganciáját akár félre is lehet tenni, mindegy. Vagy nem tudom. Mondom, mind a két fél viselkedése teljesen jellemző és tipikus. Egyszerűen annyit kellettem tenni, hogy engedni, levizsgázni a tanulót, és azt mondani, hogy te figyeled, hibáztál, egy kicsit szigorítottabb vizsgát teszel. Azért, mert hibázol, nyilván valamennyivel szankcionálni kell. Engedünk, adunk esélyt, hogy levizsgázz, de egy szigorított vizsgán kell vizsgázni. Ez egy egyenes eljárás lett volna. Vagy ha csak simán azt mondják, hogy vizsgázzál le, mint a pótvizsga lenne, hiszen ha valaki megbukik egy vizsgán, annak általában pótvizsga tehát lehet tenni, majd azon átmegy. Vagy nem. Teljesen mindegy. És amikor nem is szigorított. Tehát itt ezerféle rugalmas, mindenkinek megfelelő megoldás közrejátszhatott volna. A tanárnak a személyisége és a családnak a kivagyisága ütközött össze. És mondom, az volt a rossz válasz, amikor azt mondta, hogy megkérdezett a riporter, hogy más, ha egy egyszerű, aki nem ilyen háttérrel rendelkezik, nem a szülei, nem a kuratórium tagjai, vagy mit tudom én, abból is így a szabályok. Hát ez rossz válasz volt, tanár. Ez rossz válasz volt. És mindenki isteníti, ő most a sértett ember, mélységesen elítélendő a család, mélységesen elítélendő, és mélységesen elítélendő a tanári, az ilyen tanári hozzáállás. Nem szeretnék ilyen tanártól tanulni, ilyen tanár oktatna, nem szeretném. Alkalmatlan az ilyen tanár a pályára. Alkalmatlan.
ezt az egyetemet, ahol egy osztályban 30% megbukik, nem tudják átadni a tudásukat, nem értem. És ezt istenítik, ezt a Corvinus Egyetemet, hogy ez egy rang, meg egy név, meg egy izé. Mi? Én egy teljesen, én egy alulképzett senkiházi vagyok, aki egy szakmunkás képzőt elvégzett. Ott olyan tanárok voltak, akik TS traktorosok voltak, és tanári gyors talpalat elvégeztek, és oktattak minket. A kisúlyukban több volt, mint ebben a tanárban, mint ebben az egyetemben. Azoknak a tanároknak emberileg, morálisan a kisúlyukban több volt, mint ebben az egyetemi oktatóban, Ádám Zoltánban. Nézzétek meg a videót, nagyon-nagyon tanulságos. Nagyon tanulságos. Nem szoktam mondom, hogy nap előtt ilyennel kezdeni, de ezt megnéztem a hétvégén, és így leesett az állam. Szóval lehet vizsgázni, de az eredmény nem lehet mások egyes. Hát, teszek! Kész! Kész vagyok! Mi? Hát, úristen, hát milyen világban élünk? Hát milyen ország Magyarország? Mivé lett az az ország? Hát a mi lányunk az ide jár, és az elmadta be a kvízt, hát akkor vizsgáztassak le még egyszer, mi vagyunk itt a kuratóriumnak a tagjai, benn van a család, pénz, befolyás, minden, támogatás, a háttérhatalom itt áll mögöttünk, igenis vizsgáztassák le. Mi? Úristen. És meg is csinálták, és szégyenszerűen le is, külön teremben. Külön teremben levizsgáztatják. Beszállás. Komolyan mondom, hogy az állatorvosi ló, a rendszer, az ország minden betegsége benne van ebben. De minden. Hihetetlen. Na jó van, megyek. Megszakadok már, az a helyzet. Már látom előre. Annyi meló lesz. Na, gyerünk. Akkor reggelizünk meg, mert itt nagy hajzás lesz már, az egyszer biztos. Itt ragyog meg ebben a kemény kivoszott talajban. Mondtam a szitnek, hogy hozasson egy gyormos tanulat. Egy egészen különleges reggelim van. Nem én főztem, de én állítottam össze. Ugye lehet itt kapni főtt rizst zacskóban, kis kümér porciókat. Ánklüben rizst vettem, mexikó ízesítéssel. Aztán lehet kapni húsgombócokat, azt is tettem rá, meg egy különlegesen érdekes zöldség növényt. Kevesen ismeri, nem tudom Magyarországon létezik-e, de állítólag létezik. Az a neve, hogy okra. Ezt kérem szépen. Ez az okra. Nagyon finom. Nagyon finom. Zöldségféleség. Nagyon finom zöldségféleség, kevesen is, párolva is nagyon finom, ez ilyen paradicsomos szószban van, ez gombóc. Ebben a húsgombóccal nagyon finom. Teszek be egy kis húsgombócot, nagy azt ugye, majd vega vagyok. Szóval ez is azok közül a növények közé tartozik, vagy a zöldségfélek közé tartozik, amit ha megeszed, akkor 300 évig fogsz élni.
mert az olyan egészséges. Minden is van benne. Itt lehet kapni a zöldségesnél nyers állapotba is, mikor vettünk. Felesége megpárolta, nagyon finom. Nézzétek meg azt a YouTube-on lévő videót, amit mutattam. A videó elején. Nagyon jó kérdező egyébként, a riporter, nem tudom, nem ismerem én igazából. Nem ismerem. De nagyon jól kérdez. Persze, mivel kemény kérdés is feltesz, és a közönség szimpátiája a tanár mellett áll, ezért azt lehúzzák a kommentekbe, a riportert is, mert a tanárt azt felemelik a piedesztára. Nagyon érdekes megállapítani, ez önmagában egy szociális tanulmány, hogy a beszéd stílus mennyire képes elfedni a valós személyiséget. Ezen alapul minden hát olyan embernek a viselkedése, akik kihasználják a másik embert. Nyilván nem a tanárról beszélek értelemszerűen. De a mennyerő beszéd az képes elfedni a valódi szándékot. A közönség simán bekajálja. Simán. Nagyon érdekes. Az egész rendszer felépítése, az egyetemi rendszernek a alá- és fölülrendeltségi viszonyai nagyon érdekes, hogy milyen. Senki sem beszél arról, hogy például egy osztályban, ha nagyon sok gyerek vagy tanuló megbukik, az nem biztos, hogy az ő hibájuk.
az a tanár csődje. Én szerintem. Általános iskolában előfordulhat, hogy olyan gyerekek kerülnek egy osztályba, és ott ez szerint is válogatják őket. Van ugye különböző szintű osztályok. Tehát egy egyetemen felvételi van. Ott teljesíteni kell a felvétel, meg kell ütni egy szintet. Ennek ellenére, hogy 30% megbukik, vagy 25%, tehát egy nagy arányú bukás van, az egyáltalán nem biztos, hogy a tanulóknak a, azért, mert hülyék a tanulók. De ez a történet egy mellékág, mert az a lány, aki szó van, hogy nem adott be valami tökön tudja mit. Szóval hihetetlen. Ez a Corvinus Egyetem, aki egy hát egy olyan nagy név, mert egy akkora, micsoda mérce, meg Corvinus Egyetem, azt a kurva. Hát basszátok meg. Húha. Good? How the weekend? Good, good. Chicken Jalfrezi? Chicken Jalfrezi? Tikka masala? Chicken masala? Tikka masala? What do you eat this? Meatball. Yeah. With rice? Yeah. Egyetemi oktató lennék, vagy akármilyen tanár lennék, és az osztályban megbukik a harmad része, én szégyelleném kimondani, komolyan. Szégyelleném kimondani. Nem jól végezte a munkámat. Vége még nagyon érdekes, hogy ugye egy olyan dologgal miatt rúgták ki, ami egy ugyanolyan vastalapos, rugalmatlan, merev szabály értelmezés, mint amit ő alkalmazott, a tanár. Ugyanaz. Nem küldött el egy e-mail váltásnak a mellét, e-mailjét nem küldte el, valami két e-mailt.
No. Érdekes, nagyon érdekes. Nagyon-nagyon érdekes. A magyar, tipikus Magyarország, annyira tipikus magyar történet, hogy komolyan filmesi, meg lehetne filmesíteni. Minden benne van, amitől a magyar közélet, a magyar társadalom rothad. Minden benne van. Minden benne van. De ennél tipikusabb magyar történetet szó szerint még álmodni sem lehetne. Ennél tipikusabb magyar történetet. Hihetetlen. Hihetetlen. Na jó. Kezdjünk el dolgozni. Segít rá a kevéket, nem hiszem el! Mindig ez van, de mindig ez már számtalan szóval.
foglalkoztam vele. Néz és várja, hogy húzom, és nem segít rá. Ez mindig ez volt, de mindig. Köszönöm.
hát menjél már előle, mert sietek. Mi a faszomot csinálsz? Ó, te jó Isten! Ó, te jó Isten!
Gyönyörű, szép, vörös, íme pompázik.
reményt lefelé menni egy jó főmétert.